Ezek a felvételek 2 évvel ezelőtt készültek egy bolgár férfi elfogásakor. Az embercsempész 2017. októberében próbált meg migránsokat illegálisan Ausztriába szállítani Tolna megyén keresztül. Rajta kívül 6 bevándorló ült az autóban. A férfi egy nemzetközi bűnszervezet tagjaként követte el az embercsempészetet. Vallomásában pedig azt mondta, síelni indult a szomszédos országba. Igaz, ehhez sem felszereléseket, sem készpénzt nem vitt magával. A férfit akkor a bíróság nem jogerősen 2 év fegyházbüntetésre ítélte. Nem sokra rá újabb embercsempészt fogott el a rendőrség, ezúttal is az M6-os autópályán Bátaszéknél. Itt egy szerb férfi vezette azt a furgont, aminek a lezárt, alig szellőző rakterében 37 migráns talált a hatóság. A kocsi alkalmatlan volt az emberek szállítására, a raktérben utazóknak alig volt helyük és levegőjük. Ez pedig már friss kép, a rendőrök 2 illegális migránst fogtak ugyanis a minap az M6-os autópályán Dunaföldvár környékén. A magukat afgán és pakisztáni állampolgárnak valló férfiak egy kamion rakterében bújtak el, így jutottak be az ország területére. Majd itt a Dunaföldvári szakaszon 2018. július 18-án a délelőtti órákban ismeretlen okból kiszálltak a kamionból, és megpróbáltak segítséget kérni. A helyszínen voltak az M6-os autópálya üzemeltetésének a munkatársai, akik azonnal rendőri intézkedést kértek a helyszínre. Bátaszéki autópálya alosztály munkatársai jelentek meg az M6-os autópályán, ellenőrizték a személyeket, akik semmiféle okmányt bemutatni nem tudtak. Ezért a rendőrök a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően visszakísérték őket az ideiglenes biztonsági határzárhoz. A rendőrség adatai szerint az idei évben ez volt az első ilyen eset. 2018-ban is mindössze 2 illegális migráns fogtak el a rendőrök Tolna megyében. 2017-ben azonban összesen 45 migráns került rendőrkézre, és 2 férfival szemben indítottak eljárást embercsempészet miatt.